Állatorvosi asszisztens 419 ezer forinttól, cukrászképzés 300 ezer forinttól, de a fotográfus, méghozzá művészeti fotográfus képzés már 735 ezertől kezdődik az egyik oktatóközpont ajánlatában. De képeznek itt gépészt, autószerelőt, de még kozmetikust, turisztikai szakembert is. Azonban nem mindegy, milyen végzettséget nyújtanak ezek a fizetős tanfolyamok. Lehet, hogy csak egy tanúsítványt kapnak a végzettek, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara humán erőforrás fejlesztő irodavezetője. Az csak egy tanúsítvány arról, hogy valaki az adott tanfolyamon részt vett és azt elvégezte. Hogyha azután a diák olyan képesítést is szeretne szerezni, mellyel elhelyezkedése is biztosított, és mondjuk ez egy szakképesítésre vagy egy részszakmára való felkészítés volt, egy ilyen tanfolyam volt, akkor el kell mennie egy független vizsgaközpontba. Baranya megyében a Baranya megyei szakképzési centrum mellett működik a független vizsgaközpont, és ott tudja megszerezni azt a bizonyítványt, amely ténylegesen képessé teszi arra, hogy el is tudjon helyezkedni. Nem B-terv, hanem A-terv ezzel a szlogennel hirdet a szakmatanulást a helyi iparkamara, ahol oklevéllel vagy bizonyítvánnyal igazolt szakképesítést kapnak a jelentkezők. Nyáron az érettségi utáni szakmatanulásra hívják fel a figyelmet a technikumokban, amit ráadásul ingyen biztosít az állam. Akár a felső oktatási tanulmányok helyett, vagy azt megelőzően, gyakorlatilag érdemes ezekkel élni. Fontos megnézni a képzésbaranya.hu oldalon, ott lehet tájékozódni arról, hogy mi a különbség a szakma és a szakképesítés között. Ami fontos, hogy állami intézményben lehet csak szakmát szerezni, tehát ami a szakmai jegyzékben található, akár technikumról beszélek, akár szakképzőiskolában, azokat csak állami intézményben lehet, és állami intézményben lehet szakképesítést is ingyenesen szerezni, abból egy, szakmában pedig kettő, amit az állam mindenki számára ingyenesen biztosít. A technikusi oklevél emelt szintű érettségének felel meg. Aki tovább tanulna, akár 32 pontot is kaphat a szakmai végzettsége után. Aki szakmát tanul, állami ösztöndíjat kap. Az alapvizsga letétele után munkaszerződés alapján duális képzésben tanul tovább, és pénzt is kap a fiatal a gyakorlati oktatást végző cégétől. A szakvizsga letétele után pedig a többletpontok birtokában tovább tanulhat az adott szakterületen a felsőoktatásban.